Még van egy érdekes, amit el szoktam mondani, főleg Erdélyben, hogy a románoknak van egy szava, amit a magyarokra szoktak mondani, ugye a Bozgor. Így sértésképpen ilyen hazátlant jelent. Ugye elég érdekes, annak mondják, hogy hazátlan, meg 1100 éve országa van itthon, de hát szegények azt se tudják, hogy ez a szó valójában mit jelent. Mert a Bozgor ma ugyan pejoratív, meg sértésnek szánják, tehát nyugodtan lehet érte adni egy szájbavágást, de igazából azt jelenti, a török nyelvekben a boz, a szürkés feketét jelent, és a boszkurt törökül is szürke farkas. A déli török nyelvjárásokban a pedig G-vel boszgurt, a szürke farkas jelent, és a régi valahiai nyelvben, tehát a munténiai, olténiai nyelvben, amikor még a besenyő-kun időszakban maguk a besenyők meg a kunok telepítgették a pásztor románokat, a románok minden lovas nomád népet boszgurtnak hívtak, és a román nyelv szabályai ebből a boszgurtból lett a boszgor rövidült le, tehát tulajdonképpen szürke farkast jelent, nomádot jelent. Ma is egyébként az üzbék, meg a keleti anatóliai török nyelvekben boszgurt, az azt jelenti, hogy az a török, aki még kint nomadizál a várossal lakóval szemben.